Cigénydányán egy 700 lelkes település Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a Fehérgyarmati járásban. A település egyik nevezetessége a Kende kúria, amely 1958 óta műemlék. A Szamos mellé épült kastélyhoz egy 100 holdas angol park kapcsolódik, amelyet természetvédelmi területté nyilvánítottak. Cigénydányán olyan program megvalósításán dolgozik, amely kihasználva a tájegység természeti és épített értékeit, turisták sokaságát tudja a térségbe vonzani a jövőben. Ez a témánk, tehát köszöntöm a stúdióban Cigénydányát polgármesterét. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket én is. Polgármester úr, kezdjük azzal, hogy egy ilyen viszonylag kis település, mondhatjuk azt, ugye, hogy kis település, miért tartja fontosnak azt, hogy egyfajta turisztikai vonzerővé váljon a térségben? Én úgy gondolom, hogy azért fontos ez, mert a szatmári térségben kettő lehetőség van. Az egyik a mezőgazdaság, a másik a turizmus. Jelenleg az emberek előtt. A mezőgazdaság az egy kicsit nehezebb. Úgy gondolom, hogy munkaigényesebb, mint a turizmus. A másik dolog, hogy a mai magyar gazdaságban az egyik legjobban fejlődő gazdasági ág az a turizmus. És hát ne felejtsük el, hogy itt a felvezetőben említettem is, hogy azért nagyon sok értékkel is rendelkezik a terület, bár majd arról beszélünk, hogy ezeket rendbe kéne hozni. Így van, hát mi is így látjuk, és programokat dolgoztunk ki arra, hogy ki és hogyan tud ezekbe bekapcsolódni. Egy biztos, hogy csak értékeket szeretnénk közvetíteni, csak minőségbe szeretnénk mindenhol megjelenni, mert ahol eddig megfordultunk különböző konferenciákon, lehetőségeken, kiállításokon, mindenhol azt tapasztaltuk, hogy a turisták arra kíváncsiak, ami minőségbe jelenik meg. Tehát a sok gagyiból, a hozzá nem értésből, a hol létezik, hol nem létezik dolgokból már elegük lett, valami állandóságot keresnek, ami mégis szórakoztató a számukra. Uh-huh. Ugye évekkel ezelőtt elindult egy fesztivál is, Szamos Fest néven. Ez indította el ezt a folyamatot, vagy ez már része ennek a elképzelésnek? Amikor ez elindult, akkor egy programturizmusba gondolkodtunk, és aztán egy picit tovább fejlődött, egy nagyon jó népzenei találkozónak indult, aztán jött majd a gasztronómia, most pedig ugye eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen elindítunk egy olyan nagy programot a szatmári térségbe, egy nagy beruházás révén, ami úgy gondolom, hogy most már nem csak egy sima program, egy sima fesztivál, hanem valaminek a kiinduló pontja, valaminek az indulása, és ezentúl ez a találkozó minden évben egy értékelő is lesz, ahol értékelni tudjuk, hogy egy év alatt mit sikerült nekünk elérni, és az a program, amit elindítunk, az hová is jut el valójában. Na akkor beszéljünk erről a programról, milyen program indul el, nagyszabású program indul el. Ez a bizonyos a nemesség újraéled a nemesség Szatmárban. A Monostortól napjainkig. Mit akar ez az egész projekt? Azt tudni kell, hogy ugye, ha ma Tihanyba bemegyünk, az apátságba lent lehet látni, Cégényi Monostor néven ki van írva. Tehát ez a kis település 1000 környékén már létezett. És ebből indultunk ki, hogy tehát van történelmünk, van hagyományunk, és voltak nemeseink, ugye a Kende Kölcsei kapcsolat, tehát unokatestvére volt a Kende család a Kölcsei családnak, Kölcsei nagyon sokat volt ott, és úgy gondoltuk, hogy akkor valami nemesi dolgot kellene csinálni. Na most 47-ben a nemesi címet eltörölték, tehát úgy gondoljuk, hogy erkölcsileg válhat nemesi, aki ez a programhoz csatlakozik. Ez egy nagyon összetett dolog. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy saját kis pénzérméje lesz, ami a helyi termékekhez kötődik, tehát pénzt kell ahhoz veretni valakinek, és helyi terméket kell vásárolni, akár az ország összes olyan boltjában, ami az Agyisten Szatmár bolthálózathoz fog tartozni, megvan mennyi vendégészakát kell nálunk tölteni, megvan, hogy mennyi kulturális közösségi munkát kell végezni, milyen kultúratámogatást kell végezni, szatmári történelemből vizsgázni kell annak, aki oda kerül, általunk kiadott szatmári CD anyagot, egy népzenei CD anyagot, ezeket ismerni kell, tehát valamilyen szinten tulajdonképpen szatmárivá kell annak válni, aki szatmári nemes, erkölcsileg szatmári nemes akar majd lenni. Mikor indul ez a program, és milyen anyagi kondíciókkal rendelkezik a program? Hát hála Istennek az anyagi kondícióinkkal, úgymond nincs gond. Tehát ez a település 4 évvel ezelőtt vagy 5 évvel ezelőtt még eléggé bukdácsolt anyagilag, de most már mondhatom azt, hogy egy kicsit gazdagabb lett és gazdag település, tehát van pénzünk, de nagyon sok, hát 2-3 olyan vállalkozó van velem együtt, akik a saját tőkéjüket is beleteszik ebbe, hogy ez elinduljon. És én azt látom, hogy nem is inkább az anyagiak a kérdés, hanem a kapcsolatok. Az a munka, amit belefektettünk, november óta indult el ez az Agyisten Szatmárban, ezzel nagyon sokan találkozhattak már a Facebookon, interneten, mindenhol. Ez fogja össze, ez a márkanév fogja most össze ezt a területet, és azt szeretnénk, hogyha ennek az egész programnak ez lenne a márkája, és ez alá tudnánk behozni az embereket. Tehát a pénz az adott hozzá,
de tulajdonképpen a nemessé válóknak a pénze lesz az, ami működtetni fogja. Egy folyta mecenatúra jöhet létre a közeljövőben. Polgármester úr, beszéljünk arról, hogy ugye önök sok turisztikai kiállításon is meglennek. Hogy veszik észre az országban, mennyire kezd élénkülni az érdeklődés az ország keleti rész és mondjuk az önök tájegysége felé? Érdeklődés van. Egy furcsa tapasztalatom van amúgy. A nagy utazás kiállításon ott voltunk mi is az év elején. Ugye onnan is elhoztunk egy-két díjat, turizmus trendnek a rendezvény marketingjét, külön díjakat kaptunk az Agyisten Szatmára, és egy furcsa dolog, ami engem meglepett, én ott voltam végig, és nagyon sok emberrel beszélgettem, és tulajdonképpen Szatmárt az emberek, hát 10 emberből 7 nem tudja, hogy hol van. Tudja, hogy van ott egy turistvándi, tudja, hogy van egy Szatmárcseke, de volt olyan ember, aki ezt a Dunántóra tette. Tehát én úgy gondolom, hogy óriási hibákat követtünk el, mert nagyon rossz a marketingünk, vagy nagyon rosszul értékesítjük azt, amink van. Én azt látom, hogy ez egy üzleti dolog, tehát van egy eladható termékünk, amit eddig nem adtunk el, és nem mutattuk be a nagy közönségnek, nem fogtunk össze, hogy ezt el tudjuk adni, amit a jövőben egy kicsit megfordítottunk, és mi most árucikként kezeljük, és azt látom, hogy mindenhol, ahová eljutottunk, megismertek bennünket, minden díjat el tudtunk hozni. Mondjam azt, hogy a Magyar Marketing Szövetségnek faluként a Város Marketing gyémántdíját hoztuk el Győrrel, Egerrel, Nyíregyházával együtt. Volt, néhány hete volt. Tehát egyébként. Így van, aki több százmilliót tud költeni marketingre, azok mellett mi ugyanazt tudtuk nyújtani, és ugye példaértékként hozták fel, hogy egy ilyen kis település mekkora marketinget tud kovácsolni magának. Polgármester úr, a helyiek hogyan tudják segíteni ezt a folyamatot? A helyi lakosság mennyire aktív ezekben a programokban? Hát ők, azt mondom, hogy aki rálát ezekre, és eddig is gazdálkodott, vagy vállalkozó volt, velük könnyebb. Az egyszerű lakossággal, aki eddig is, vagy megmondták neki, hogy hogy éljen, vagy nagyon sok, ugye, aki nem is olyan túl sok, de van, aki közmunkából él, náluk én most azt veszem észre, hogy őket meglepi, túl gyors volt ez nekik segíteni kell benne. Mert a helyi termék előállítás az egy nagyon fontos dolog lesz, amit én még nem látok olyan túlzottan jó működőnek, lehet, hogy mások ezt másként látják, de úgy gondolom, hogy pármázsa lekvárral és pármázsa aszalvánnyal nem tudjuk még a piacot meghatározni, tehát én sokkal jobban összefognám ezt a dolgot és egy kicsit koncentráltabban működtetném. Ehhez lesz szükségünk majd arra, hogy ezek a lakosok, akik ott élnek, amit megtermelnek, azt tudjuk tőlük felvásárolni és az ő nevükbe értékesíteni, mert akkor helyből nem kell nekik elmozdulni. Erre dolgozunk ki különböző programokat, kistermelői programot, őstermelői programot, nagyon sok mindenben segítjük őket, felosztjuk a gazdálkodásukat, hogy ki mivel foglalkozzon, tehát mire van szükségünk, és akkor ebből szép lassan, úgy gondolom, egy-két év alatt felépítjük ezt a rendszert. A beszélgetésünkben már szóba került a Szamos Fest, és hát az idén is megrendezésre kerül, és én úgy tudom, hogy ez a bizonyos program, az Újraéled a Nemesség Szatmárban, ezen a rendezvényen fog elindulni. Beszéljünk egy kicsit magáról a idei Szamos Festről. A Szamos Fest az tavaly már egy picit bővült, és az idén érik be. Ez egy néptánc és blues fesztivállá vált. Ugye első napokban ott a Deák Bél Gyulától az Ölveti Lacéig, a Kalmuk Pirinéig, a Nyíregyháziakon keresztül mindenki megfordul. A második nap lesz a főnapunk, ahol a Kárpátalja a díszvendégünk, és hát azt szeretnénk megmutatni, hogy Kárpátaljának is vannak értékei a turizmusban, és tudjuk őket segíteni, és szeretnénk velük kapcsolatot is működtetni a turizmus terén. Kövér László házelnök úr lesz, aki ezt az egész beruházást, egy Pajta Színházat, Kézműves udvart, Nemesi Portát, minden, ami ott épült, ő fogja átadni, és ő indítja el ezt az egész történetet. Úgy gondolom, hogy az ő nevével fémjelezve egy indulás, az csak jó lehet nekünk. És azon a napon a muzsikás együttes, a cimbali band, a nyírségtánc együttes vasárnap, tehát valahogy összefogjuk az egész térséget, aki ide tartozik. Lassan elfogy az időnk, de mindenképpen szerintem beszéljünk még a parkról és a kastélyról, hogy ez hogyan kapcsolható be a programba, illetve itt milyen fejlesztéseket terveznek esetleg a közeljövőben. Hát már nem tervezzük, már megy, hála Istennek, egy 500 milliós beruházással a Hortobágyi Nemzeti Park felügyeletében. Ez a Kende Kúria, ami megújul, Kende, lesz benne egy Kende emlékszoba, lesz egy olyan nemesi gasztronómiával foglalkozó rész, ami valahol csatlakozik a mi gasztronómiai elképzeléseinkhez. Ez egy teljesen véletlen attól, hogy jó a kapcsolatunk a parkkal.
mert ezt ők találták ki, aztán valahol egyszer találkozott a két gondolatmenet, de ugye hát a nagyplatánfa, a tanösvény, ez a mai nap elég látogatott, tehát hétvégeken már olyan 4-500 ember látogat el. Itt a következő üzleti lehetőség a helyieknek, el kell készíteni azokat az ajándéktárgyakat, amivel majd oda lehet menni, és ugye a kastélyban lesz majd egy konferenciaterem, annak is az ellátását valakinek majd biztosítani kell, de ugyanúgy a madárleseket, ilyeneket, tehát úgy gondolom, hogy a helyieknek egy picit bővülni fog a foglalkoztatási lehetősége ezáltal is. Polgármester úr, köszönöm szépen, időnk elfogyott, de természetesen majd a fejleményekről szeretnénk beszámolni, és hát kívánom, hogy minél többen látogassanak el önökhöz majd a Szamos Festre, még egyszer az időpontot, mikor is lesz. Július 3-4-5, és nagyon sok szeretettel látunk mindenkit, adj Isten, Szatmárban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.